Szereplők, hozzátartozók, tisztelt vendégeim! Nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Kossuth Iskola alapítvány műsorán. Tisztelettel köszöntöm az elsősorban helyet foglaló meghívottainkat is. Köztük kerületünk polgármesterét, Szabolcs Attila urat, és iskolánk előző igazgatóját, Závadi Juláné Katinénit. Bevételét a Geisler Alapítvány számlájára utaljuk át, követve a régi tradíciót. Itt ragadom meg az alkalmat arra, hogy megköszönjem Önöknek a jegyek megvásárlásával a támogatást, illetve azon szülők segítségét, akik adójuk 1%-ának átutalásával, vagy más módon gyarapították alapítványunkat. Kérem, amennyiben módjuk van rá, tegyék ezt a jövőben is. Az alapítvány már 24. éven segíti iskolánk nehéz anyagi körülmények között élő tanulóit, azok táboroztatását, valamint támogatja az iskola oktatási tárgyi feltételeinek fejlesztését. E nemes célok megvalósítása érdekében munkálkodunk most is. Eltelt 2 év az előző alapítványi műsor óta, és most ismét valami gyönyörűséggel kedveskednek diákjaink Önöknek. Vannak olyan szülők, tanulók köztünk, akik még nem élhették át velünk az összetartozásnak, a közös élménynek azt a csodáját, amit egy ilyen rendezvény jelent. Az első és második osztályos tanulók most először lépnek a világot jelentő deszkákra. Remélem szereplésünkkel, és természetesen a hozzájuk csatlakozó többi osztályjal elvarázsolják a tisztelt közönséget. És bár a varázslat elnevezés előző műsorunkban volt, de reméljük, hogy most is elbűvöljük Önöket egy kicsit. Az első részben az alsó tagozatosok szerepelnek, majd a másodikban a felsősök mutatkoznak be. Egy ilyen műsorban való részvétel bizony sok munkát jelent gyereknek, felnőttnek egyaránt. S bár tanulóink többsége különböző területen már megmutatta tehetségét, a nagyobb rész nem a színészet, tánc terén emelkedett ki eddig. Kérem, ne is ilyen elvárással legyenek irántuk. Ami fantasztikus egy-egy osztályprodukcióban, az az, hogy ott van válogatás nélkül mindenki, közösen dolgoztak a mai nap sikeréért, és a többség odaadása, akarata, lendülete alakította a műsorszámokat. Ezért arra kérem Önöket, hogy nézzék el, ha olykor-olykor hibáznak, és fogadják olyan örömmel és büszkeséggel a felnőtteket, mint amekkora lelkesedéssel készültek ők is a mai előadásra. Az est szereplői egy különleges, ki mit tud résztvevőjeként mutatkoznak be a tisztelt közönségen. Különleges, mert a miénk kossuthosoké. Egyedi, hiszen nem a hagyományos ki mit tudos produkciókat követhetjük nyomon, többségében inkább különböző típusú tánc dominál. Viszont azért nem is csak egy péntek esti láz. A két rész végén hagyományainkhoz híven egy angol és egy magyar dal csendül fel, előbb az első rész végén közel 430, a második rész végén pedig közel 210 gyerek előadásában. A következőkben még beavatjuk a műsor néhány részletében Önöket, ehhez majd segítségül kérem kollégámat, de most is majd a Beátát. Kívánok, hogy érezzék jól magukat, kapcsolódjanak ki, gyönyörködjenek a gyerekek produkcióiban, élvezzék a mai estét. Jó szórakozást kívánok!